őt sem kell szerintem bemutatni, de azért bemutatom József Péter. És utána mindent elmesél maga, mivel szerintem ilyen gazdaságot a környékben nem nagyon látunk, amit ő kialakított, lássuk hogyan. Igen, mert most ebédkor mondtam, hogy legalább egy kicsit közelíthetnénk, hogy miről is kell beszéljek. Az úgy van, hogy tennap Balogh Péter, nem látom most itt, tennap avattuk Láncsa férfivá, és azt mondta, megnézte, hogy kik vannak ebbe a társaságba, és utána ugye el is kell fogadni, hogy Szent István alapított ezt a díjat, Kovács Gyula is tagja többek között, akik itt vannak. Én is megnéztem, hogy kik tartanak eladást. Bardos Zsuzsa, ugye szerintem több mint 20 éve ismerjük egymást, mondhatjuk úgy, hogy barátok vagyunk, vagy közösen találkoztunk, talán Tarpán, vagy nem tudom hol, vagy Kovács Gyulával is így vagyok, Mester Károllyal is, Balogh Péterrel, és így vállaltam el, mert valamikor az első ilyen kurultájon, ott én voltam a főszakácsa, a magyarok nagy asztalánál, és éppen most beszélgettünk itt a főszervezővel, hogy hát ugye itt sok előadás elhangzik, hogy milyen buktatók vannak, de közben eszik ott az olyan ételeket, amilyeneket, és erre is kellene adni, nem csak beszélni róla, hanem csinálni is ez ügyben. És hát az, hogy meséljem el a történet, ez a legegyszerűbb, mert ugye a felére sem emlékszek, de ami úgy eszembe jut, az pont elég lesz önöknek szerintem. Az úrnak egy válasz, mert én ugye szegény paraszti családba születtem, ez nem nagy dicsőség, de nem is hátrány, és nem is szégyellem. A Rózságon ugye Rózsa Péter volt, mikor 4 Rózsa Péter ült az asztalnál, sajnos édesapám már nincs közöttünk, az ő apja Rózsa Sándor, anyajágon Kunkli, és a Kunkli dédnagyapámnak 13 gyermeke volt, 10 fiút adott a hazának, ezért Holti kitüntette, és hát a 22-en voltak Málenki roboton, ebből csak 2 maradtak oda, az én nagyanyámnak a férje, az én nagyapám, meg a női testvérének a férje, aki szintén oda maradt, de még 58-ban még a kabát úgy volt felakasztva, hogy ha hónap reggel hazajön, akkor fel tudja venni, úgy ki volt vasalva mosva, és utána feladta ezt a küzdelmet, vénlány maradt örökre, hát 13-ban született nagyanyám, 15-ben Kati néni, és hát pénzes sógor, még akkor voltak közösségek, még összejártak az emberek, nem csak disznótor, kormány disznótor sincs, disznó sincs, vagy legalábbis az olba nincs, hanem másút van, az meg nem eszik. Pízes Sanyi bácsi 70 éves korában, akkor én a faiskolába jártam, egy gyümölcsfát. Először lovat vezettem, aztán kapartam a gyümölcsfákat, utána kötöztem, és akkor azt mondják, hogy na jó, tudsz-e már ótani is, és akkor ha meghalott, hogy én ótok, ilyen 14 évesen, hogy gyere már öcskő, ilyen invitálás, nézzük meg, hogy kezd csinálni így augusztusban. Azt elmentem, beutottam neki a költefákat, mondom, mit akar ez a 70 éves vínember, mert 14 évesen azt gondolja az ember, hogy a 70 éves az már csak meghalni jó, mert úgy gondolja. Erről, és hát elmentem, és mutasd csak azt a bicskát. És akkor egy kunde szemzőkést adtak a faiskolába, az nagy dolog, aki ismeri, abban az időben ez 70, nem tudom, 6-ba vagy 7-be volt. Sanyi bácsának volt egy nyakli bicskája, azt a satuba átalakított olyanná, és 86 évesen halt meg, akkor is felakasztotta magát, és rengeteg gyümölcs termett, mert annyira fájdalmai voltak, nem tudtak segíteni rajta, ilyen érszükületbe is ordítani tudott volna, és inkább véget vetett az életének. Én ezért nem vetem meg, akkor megvetették sokan. Úgy gondolják, hogy az életet azt az Isten adja, és ő is veheti el, de vannak helyzetek, amikor azért ez másképp van. Tehát megszülettem 62-be, 43 éve egyéni gazdálkodást folytatok. Hát ez, hogy is mondjam, itt minden ilyen helyi láncokról lesz szó, itt van, látom Andrea is, meg mások, egyéb mutatványosok, akik terjesztik az igét. Éppen anyámnál voltunk vasárnap, a kisebbik fiam is vőlegény lett, és ott volt a öcseim, és akkor ott anyám a 87 éves, és a könyveket így
Hát vigyetek már belőle, ha az úgysem, mert hályog van a szemén, nem tud olvasni, vagy csak keveset. És akkor a régi ilyen újságcikkek, amik megjelentek rólam, őrzi, és akkor felelemítettük, hogy hogy is kezdődött ez. Hát úgy, hogy 73-ban, 11 évesen, akkor elég rossz év volt, és a kertben nem lehetett, egy mocsár közepén lakunk, a Balogh Péternek a képe itt lenne, tehát ott folyt előttünk el a legmélyebben fekve, ez egy mocsár lehetett régen, nem is ment ott össze, bejött egy lovasszekér, tavaszig ki se húzták, kifogták a lovat, aztán majd mikor felszállott, el lehetett vinni. És hát anyám sütőtököt termelt, én emlékszek pontosan, hogy egy sütőtökből 96 forintot árultam. Megsütötte reggel 6-ra kemencébe, tehát ahhoz korán kell ám kelni. Aki már sütött tököt, tudja, hogy az legalább olyan 3 óra hossza, meg úgy kell befűteni, stb. 6 forint volt egy szelet, 96 forint. Apám annyit keresett a téjezbe egy nap alatt. Na hát én erdész akartam lenni mindig, kiskoromtól kezdve állatokat tartottam, nyulaim voltak, galambok, és abból pízeltem magamat. Még a bácsi, Gábor bácsi, a szomszéd vasútos, aki ott a nyugdíjasként ott kaszálgatta a vasútaudat, nem messze volt tőlünk a vasút, és még akkor engem még apámnál feljelentett, hogy én szedem kézzel, típtem a nyúlnak a füvet, nemhogy lekaszáltam vagy valami, és még azt is sajnálta. Ugye ma már senki nem kaszálja, már a közmunkások se heverik ki, mert azok is elmúltak, úgyhogy ebből volt egy kis pénzem, és akkor vettem ilyen vadászati könyveket, és mindig vadász akartam lenni, és apám azt mondta, hogy 14 éves voltam, és jelentkezni akartam az EGRI erdészeti technikumba. Nem voltam rossz tanuló, olyan 4,6 között lavíroztam, nem kitűnő, de és előtte egy fiút nem vettek fel, aki színötös volt, és mondja, te erdő nélküli erdész akarsz lenni. Hát ilyen nem sok ilyen komoly beszélgetés volt apám meg köztem, de ez úgy megmaradt, mert ugye nálunk nem voltak fák. Most már be van fásodva a Hortobágy is, és hát kertész lettem. Oda, mert apám a kertészetben dolgozott, és akkor ott kezdett úgy van, rájönni. Volt egy ügyes főkertész, aki otthon bátorított őket, hogy tehát nem erős kommunista, kis Moszkva, ugye hajdúságnak is, tehát Böszörményben gazdák vannak, Szoboszlón, Nánáson, 400 éve letelepítették a hajdúkat, Balmazújvároson volt egy gróf, Semsey Andor, a legnagyobb meszénás, 65 ezer kataszteri hold földön, meg volt 10 000 föld nélküli nincs telen paraszt. És nagyon ne Veres Pétert, ha valaki ismeri, ha olvasta, hát én abból a helyből jöttem, az a tanya most az enyém, ahol ő született, Vókonya tanya. És hát apám elkezdett kertészkedni, mire én végeztem a pallagi iskolába, ahol most büszkén van egy alapító iratot kaptam pár év az iskolából, aminek kicsi részem is van bele, ahol sok mindenki mellett, például Nagy Pista miniszter, meg Szólát Tibor polgármester, meg Fekete István, meg Vas Albert, meg sok mások ott tanulták a gazdálkodás alapjait, és az alapító levél így kezdődik, rovásírással: a föld szeretete, a haza szeretete. Ez a gyerekeknek ki van téve. A második bekezdés: a gazda közel van az Úrhoz. A gazda minden munkáját Isten nevéért végzi, szóval ott egy elég, és ezt ugye ma sem változott meg semmi, mert Gyula kiszorítottak a székből. Ugye itt van még egy. Szóval apám kertészkedett, és az volt a divat a téjezben, hogy a kapálásért kaptak 5 forintot, paprikaszedés, meg uborkaszedés, az meg úgy értéken volt fizetve, de mikor jött az őszi fagy, és pitamin paprikát termeltek, akkor aki bírja, marja, kiadta a kertészeti igazgató, hogy aki leszette, szedje a többjét is, nehogy lefagyjon. Apám meg egyedül volt, ezt évek alatt mindig pórul járt, mert nem keresett, és úgy egyre, hogy mondjam, ilyen levelezelő téjeztag lett, ezt nem nagyon díjazták abban az időben, hogy otthon csinálta a kis fóliáját, már
de csak kicsikét, mint ide a sátor vége, retket termelt benne, és volt a piaca, szóval fegyelművel elküldték, és akkor elment az építő brigádba, ilyen raktár munkás lett belőle. Én meg akkor végeztem Pallagon, és hát úgy gondoltam, hogy bejutok a szakma 10 legjobb tanulója közül az egyetemre, és nem is jelentkeztem egyetemre. Apámnak volt egy mondása, hogy a tudás az hatalom, és a tudást az soha nem vehetik el tőletek. Tehát itt Gyula is beszélt erről, a tényleges tudásról beszélek, nem az, hogy 15 féle diplomája van valakinek, meg még 30 évesen még ezt is elvégezzük, ahelyett, hogy gyereket csinálna, vagy valami gyümölcsfát ültetne, meg nyulakat, meg eszi a nyúl a fáját, hát addig kent mi csinált? Ludast olvasott, vagy a fürdőbe volt? Hát igen, a nyulat meg lehet enni, ha még nem tudta volna, megfogni nehéz, de én nekem is sok kárt csinálnak a nyulak, meg a vadak, de például bekerítettem Gyula tanácsára ilyen csibedróttal, és akkor a bamba, aki kaszálja el a damilosra, az se picálja el a tövit, meg a nyulak se eszik még míg kicsi. Na szóval én végül bejött az iskolaigazgató, behívatott, dísznövényből én 2000 növényt tudtam úgy latinul, magyarul, vadnövényeket is, meg Pallagon, Debrecen, nem tudom, van itt valaki debreceni, vagy aki ismeri a debreceni nagy erdőt. Gyönyörű, hát ma is szép még, 150 éves fákkal, és hát futottunk be a biogálig, ma tevának hívják, és akkor, hát én futni szerettem, úgy voltam, mint balca, időm volt, hát miért ne fussak, elég jól is ment, vonathoz minden nap szaladni kellett, mert 5 óra 15-kor kelni kellett, hogy 17:30-ra kiérjünk az állomásra, és általában vonathoz szaladtunk, és jó futó versenyekre is jártam, és közben az erdőbe futkározva megismertem a fákat. Gyönyörű kertje van ennek a Pallag iskolának, még egyszer egy okoshoz ki nem vágta nagy részét, felújítás címén, ezek százados fák, és szebbnél szebbek, nem csak platánok, olyan nyárfák voltak, mint ez az asztal, ilyen 2 méter átmérőjű volt a tuskója. És levágták, és azon az osztály 33-an voltunk, 2 nyárfa volt az iskolán, ott meg tudtunk ülni. És hát kiküldtek bennünket, hogy szedjünk növényeket, és akkor latinul, magyarul meg kell határozni. Ezt azért mondom el, mert ennek később lesz jelentősége. És hát én a félosztálynak én szedtem össze. Volt, aki 5-öt nem tudott, mondani, én 2000-et tudtam. És akkor az volt a szokás, még akkor az iskolában fegyelem volt. Osztály, vigyázz, takarjunk kérem, maga ott hátul, egy kicsit beljebb. És akkor a Teichmann Gerta volt a biológia tanárnő, Teichmann Vilmos, talán emlékezik valakit, ha bár túl fiatalok, burgonya nemesítő volt, kisvárdai Rózsa, Gülbaba az ő nevehez fűződik, ezeket ma is kezdik ugye felkapni, hogy mi, ezeknek volt rendes krumpli íze, nem ilyen modellnek voltak, és volt 4-5-ösöm nekem biológiából, és ahogy a dőad, hogy fel kell állni, hogy na a kisfiam hanyas szeretné, hát akinek volt 2 4-ese, 2 5-ese, akkor megelégedett 4-ese, akkor jó, ha 5-öst akartak, mondjuk feleltették, hogy valami tud. A kémia tanárnő az még rosszabb volt, mert sorbáltak, aki 2-esért felelt, aki a 3-asért, aki a 4-esért, 5-esért. 5-esért egyedül voltam, és akkor aki nem tudta 2-es, az 5-ösnek mindet tudni kellett. Jó kis módszerek ezek, tehát én azt gondolom, hogy nem volt kecmec, ki kellett állni, és ki volt írva a táblára, nekem a csárdában most is ki van írva, a tanuló ne gondolatokat, hanem gondolkodni tanuljon meg. És amikor elbambultunk, fel kell állni, és hangosan fel kell olvasni. Na ez a Teichmann Gerta is, visszatérek a biológia tanárnő, kihívta, felálltam, hát mit mondjak 4-5-ös, anyas szeretnék, hát 5-ös. Hozza ide a füzetét, kivittem, hát tudta, hogy milyen a füzetem, nagyon csúnya az írásom, tehát mint ez kiderült, már azóta egy pár grafológus megnézte, hogy nincs velem semmi baj, mert nagyon jó bánok egy csomó mindennel, de én ebben nem voltam tisztában, így megfogta a füzetet, így, mint mondjuk ez a füzet itt lenne, és így hanyította vissza. Maga, 5-öst, ilyen füzetre! Úristen, gondoltam magamban. Na jó, szóval így nevelődik, így edződik a paraszt gyerek, tehát teher alatt nő a pálma, és olvastam Karácsony Sándort, még tetőlet kaptam pár éve, hogy kell, a magyar ifjúságot hogy kell nevelni. Nálam ugye az első tétel, hogy a gyereknek gyógyszer a verés. Tehát végig, mióta a világ verték a gyereket. Tehát de csak a kívánta. A jószág is így van különben.
Ha ló engem meg akarna rúgni, akkor biztos kap egyet, mert miért rúgdos engemet? Én nem bántam őtet. Ha meg kívánja, akkor meg kell érezze a törődést. Na, a Karácsony Sándor is leírja, hogy ha te színjeles is vagy, kisfiam, akkor még ne elégedj meg magaddal, mert még jobbra kell törekedni. Tehát nem arra ösztönözte, hogy de ügyes már ez a gyerek, hogy a bilin elengedett kézzel ül, és végig dicsérik már 2 éves korától, hogy milyen ügyes, és nem arra ösztökélik, hogy hogy legyen jobb. Na, nálunk ez nem így volt. Tehát kellett küzdjünk, és ennek mindig meglett az eredménye. Szóval bekerültem a Vörös Csillag TSZ-be, mint gyakornok. Egy ilyen nagy, hát ettől a sátortól azért kétszer ekkora dekó láda, nem tudom, ez a geves láda, ez a fából. Szedték az asszonyok az uborkát, 67 asszony közé kerültem. Ha mindenféle pajzán történetek is tudnék, hogy mikkel avattak be így 18 évesen. De ugye Szeget, egy mázsaszeget elütöttem. És egy ilyen közveszélyes munkakerülőt hozzám csaptak akkor, nem tudtam, hogy én is a leszek nem soká. És nagyon sokat tanultam tőlem, egy jó ember, alkoholista volt, és muszáj volt mindenkinek dolgozni. Ezt azért mondom el, mert nem úgy van most, hogy hát ha hülye is, meg lusta is, akkor közmunkán elfetreng az árokparton, ha jó kapcsolatban, akkor a könyvtárba, hogy ne fázom meg, vagy valamilyen ilyen közmunkán, akkor muszáj volt dolgozni, és beosztották, és sehol nem fogadták. Én meg nem is ellenkeztem, módom sem nagyon volt, szegeltük a ládákat, és akkor egyszer nézem az erdész, apám még együtt voltak vele nyaralni, én akkor nem voltam, mert madarásztáborba jártam, Zebegényben volt a TSZ-nek üdülője, és az erdész Lós Gábornak hívták, sajnos meghalt már 82-ben vagy 3-ban, öngyilkos lett ott egyéb dolgok miatt, és látom, hogy az erdész dugdossa a fenyőfákat. Dugványozza. Lucfenyőt. Mondom, erdész úr, hát dugványozza, hát ez ilyen módszert, vesse helyre. Mit értesz te ahhoz? Hát kommunista elosztás volt, tehát ilyen Gyula lett erről többet tud, hogy leosztották, hogy hol milyen fák vannak. Tehát fenyőfa az a nyugati határrészen, Kőszegen vagy magas hegyeken. De én mivel futottam a Debreceni nagy erdőn, csillagvizsgáló mellett voltak fenyőfák, hát mondom, szerzek én magot. Honnan tudnál szerezni, egész Hajdó megyében nincsen. Mondom, én tudom, hogy van. Mennyit fizetné érte, hogyha szereznék? Azt mondja, 600 forintért kapjuk kilóját. Nem olcsó. Hát mondom, jó. Tél volt, felvettem 4 zsákot az erdészetből, villamossal, de bementem vonattal Debrecenbe, ilyen nagy hó volt, mint az asztal, és mentem, megleltem a fákat, 4 zsák a hónom alatt, felmásztam a fára, metszólóval lenyesegettem a tobozokat, azok lepotyogtak, aztán egy idő után meguntam a lemászkálást, hát kifigyeltem, hogy a 2 fa közel van egymáshoz, azt tudnék, hogy a toboz a tetején van a fának, tehát ilyen 20-30 méteres fák voltak minimum, és akkor így elejébb-utóbb így meglimbáltam, azt átugrottam a másikra. Mert lemászni is alig lehetett, olyan sűrű az a fenyőfa. Egyszer nézem a csillagvizsgáló ablakába, hogy a erkélyen egy csomó ember ott szurkolnak, mint én mókus játszottam ott a fa tetején. A lényeg délre már 4 zsák tobozom volt, abban 4 kiló mag lett. Hívom az erdészetet az egyetemről, Varga Zoli bácsi, még él, azt hiszem él még, debreceni professzor, és bejártam hozzá tanulni a madarászatot, meg egyebeket, és mondja, hogy telefonálhatnék, mert délben benn van az erdész az irodán. Mondom, hogy van 4 zsák, azt egyek még? Azt mondja, elég. De mondom, hogy viszem haza, mert nem tudom a vonaton 4 zsákkal. Elástam a hóba, másnap küldtek egy kocsit, és akkor így. Hát az órabérem 13 forint volt a TSZ-be. Hát az egy, a legmagasabb órabér volt, de senki nem dolgozott órabérre, mert ilyen részes művelésben voltak. Ha nem volt, aki a ládaszegel is letelt egy hónap múlva, után nem jött a rakodó, akkor ugrott, na Péter, menjen rakodni. Egy geves láda uborka 40 kiló. Én 70-valahány kiló voltam, aki ismeri a fiamat, az tudja, az is ilyen angol kóros, mint én voltam. Én 5 magasan raktuk a platóra a uborkát, 3 magasig a helyre tettem. Bandi bácsi, Tóth Bandi bácsi megigazította esetleg, és keresett 9000 forint, a TSZ elnök 5000-et, persze neki voltak még egyéb juttatásai, én 2300 forintot. Azt is kibírtam. Itt valaki mondta, hogy valaki jönne hozzám dolgozni, de nem kemény vagyok az emberekhez. Á, nem vagyok kemény, lágy vagyok. Én ahhoz képest, hogy minden
mikor még futballozni jártam Hegyesre, és akkor azt mondja a főnök, hogy figyelj Péter, este jön majd az IFA, és viszik az uborkát a konzervgyárba, majd át kell adni, az is hozzátartozik a gyakorlathoz. Tehát apám fegyelmel ment el, tehát engem szivattak mindennel, amivel csak lehetett. De úgy bírtam a gyűrődést, bejött az IFA így, mintha ide besenderedne, százal jött volna, akkor százal jött volna. És ha így lát, hogy akkor a porfelhőből egyszer kiszáll a sofőr, na, kirakja fel az uborkát. Mondom, nem hozott rakodót? Miért? Nincs rakodó? Akkor még 150 más uborkát felpattintottam a platóra, így levezetésképpen. Azt nem kaptam érde egy vasat sem, mert az a munkához tartozik. De nagy szerencsémre egy év múlva felszámolták a kertészetet, mert veszteséges üzletág volt. Tudnék sokat mesélni erről, de most ilyen lelkesítő beszédre van szükség, eljutunk majd máshova is. Voltak szerencséim, például kiküldtek, tehát ez a fenyőtoboz, ez kiverte a biztosítékot ott a pártitkárnál, meg a tészelnöknél, hogy mi az, hogy egy gyerek 2425 keres egy napi munkával, és akkor kiküldtek 8 asszonyt vadkörtét szedni. Mert a erdésznek az volt az álma, hogy faiskolát csinál, meg fagyalt ültet kosárfonásra, meg seprőkészítésre, és vadkörtét. Szerette a pálinkát, és azért mondja, a vadkörtében nem csak mag van, hanem a húsa is. És ugye, amikor meghalt, lett egy másik erdész, aki még jobban szerette a pálinkát, és nagyba szerette velem a vadkörtét, kiküldték a 8 asszonyt. Hát azok is mondták úgy a magyar miatyánkot, hogy aki még a vadkörte magját nem főzte meg, mielőtt még elvetették, azt is fel kell akasztani, vagy nyársra húzni. Szedtek vagy 8-10 kilót 81 nap, veregették, na de Rózsa Péter az nem hülye. Hát elővettem, hogy hon is volt Debrecen, mert futottam, ott volt egy nagy vadkörtefa. Hát ez az asztal nincs olyan vastag. Hát Simpson motor, már akkor volt Simpson motor 82-be. Bementem, 3 helyen tudtam vadkörtét. Egyiken volt csak termés, de ilyen 20 centi vastagon a földön. 10-15 másra, nem tudom mennyi. Aki már látott vadkörtét, az vagy terem, de nagy fákról beszélek. Hát akkor felszedtem, üzenek az erdésznek, hogy küldjön valami pótkocsit, mert micsoda? Hát mondom, mert mennyit szedhetek? Hát amennyit bírsz, gondolta, ezek szedtek 88 kilót, hát én is majd szedek valamennyit. Lehet annyi vadkörte, az egész Hortobágy teli van vadkörte, azt minden én szedtem 81-ben, meg 82-ben. Most a nemzeti parkosok, na még ezt nem mondtam, de... mert a vadkörte az egy életképes növény. Tehát ahol megeszi a madárot, leesik, nagy magvú, és az ott kikél, mikor alkalmas neki, ahogy Gyula mondta, gyökeret ereszt, és hát be is oltottam őket, de a nemzeti parkosok kiirtották, aztán most már nem is kínlódok ott vele. Nem, most még Gyulát se ismertem akkor. Még egy csángó is ótott nekem, szegény Tankó Pista, az is megtanulta az ótást, hogy legyen ott nekünk gyümölcsünk. Na szóval én ebből a gyümölcsészetből, meg vetőmag kereskedelemből úgy belejöttem, hogy 230 ezer forintot árultam egy hónap alatt. Annyit kerestem. De elmentem szarvasra például, ezüstfenyőt. Azt mondja, ezüstfenyőt nem tudnám, mondom, mi az ára, erdész úr? 30 ezer egy kiló. Hoppá, mondom. Hol vannak legszebb? Az öcsém oda járt szarvasra, olyan kék ezüstfenyők vannak. Az ezüstfenyőnek van egy másik baja, a lucfenyő az olyan gyantás, hogy úgy néztem ki, mint aki kutyát szopott, csak néztek rám a villamoson, hogy ki ez, mondom, mi van rajtam? Nincs bekapcsolva a sliccen, vagy mindenki azt nézi. Hát úgy néztem ki a gyantátom, mint az ördög. A ezüstfenyő meg szúr, mint az állat, aki már látott ilyet. Tehát a felmászni. Na úgy is leszedtük a tobozt. Az öcsém kollégista volt, bandi heverő benne, a toboz, mert haza is kell majd hozni valahogy. A meleg szobába kikeltek a ilyen tobozmó, én nem ismerem, hogy mi ez. A lényeg, a hernyók így vonultak a folyosón, majdnem kitiltották a kollégiumból. Na, szóval azért ez is hozzátartozik, hogy amikor azt hiszi az ember, hogy a tudást, ha megszerzi, mindegy bármilyen tudást, az előbb-utóbb kamatozni fog valahon. Azt nem tudjuk, hogy mikor. Na, 81 óta én maszek vagyok, mikor megoszlott a kertészet, apámnak előadtam, hogy én maszek leszek. Hát apámnak titkos vágya volt, anyám majdnem belehalt, hogy nem egyetemre megyek, az öcsém már járt a főiskolára, de én nem bántam meg. És akkor ebben évben dísznövényes kérdések, bejutottam az ország szakmai versenyre, írni kell egy dolgozatot, és akkor a legjobbakat behívják, és akkor a legjobb 10 kap valamilyen díjat, és én dísznövényből jó voltam. Hát most már lassan elfelejtem őket, de még úgy elő szokott jönni.
megtanultam. 1 millió virágpalántot neveltem, mikor virágomba voltam, muskátlé, petúnia, és mire más vetette a dinnyét, vagy a paprikát, addigra már nekem már a zsebbe volt a píz, mert az korán van. És télen is van munka. Mikor dolgozóim lettek, 90 körül, már nem egyedül dolgoztam, akkor volt télen mit csinálniuk. És egy fóliába télen nagyon jó dolgozni. Nyáron nem annyira, de télen jó, meleg van, nem ér a szél, eső sincs, és korán van bevétel belőle. Aztán ez is abba maradt. Hát így mondva, 80-ban a Balmazújvárosi TS a Semség grófnak a szőlős kertjeit, amit a gróf kiosztotta 500 parcellát, azt újra parcellázták. És akkor a TS elnöknek, pártitkárnak, főagronomusnak, meg a hadkiegész parancsnoknak a kertjét műveltem. Dinnyét termeltem, meg káposztát benne. Zsuzsa mondja, mert neki elmeséltem egyszer, hogy most szokták mondani, hogy milyen könnyű már neked. Rózsor magának könnyű abban az időben. És akkor milyen könnyű volt? Volt egy metszóló, amit anyámtól kaptam, egy kunda metszóló érettségére, meg egy biciklit előtte. Ezzel indultam neki, de ez egy jó befektetés volt, mert a metszólóval rengeteg pénzt kerestem, mikor ez a szőlős kertekbe metszeni kellett. Hát és dinnyét termeltem benne, azt sem tudtam, mi fájtelem a dinnye, de mikor még tököt árultam, ha visszapörgetik a 96 forintos tököt, kifigyeltem, hogy a piacon sorbálnak az emberek bizonyos sportékákért. A bába asszony mellé bekérezkedtem Dáliával jövőre. Van egy ilyen könyv, hogy kertész legyen, ki boldogságra vágyik, Moldoványi Ákos, nem tudom, valaki ismeri ezt a könyvet. És aki gyorsan akar boldog lenni, az legyen Dália kertész, és az a hülye Dália is hozza a virágot, 3 bimbó, 2 lecsípünk, az öreg asszonyok jártak a férjek után a temetőbe, vették minden héten, még fiatal gyerek voltam, jópofa dolog egy ilyen embertől venni. Aztán kifigyeltem, hogy hú, az öreg bölkény, az paradicsomot árul, ezt a bulgár paradicsomot, bulgár kertész volt. Még nagyobb sor állt, annyi pénzt árult, hogy nem is fel se fogtam, hogy mennyit. És egyszer csak jött a dinnye szezon, egyekről egy maszek hozott dinnyét. Elhatároztam, hogy mégis, ha már kertészkedek, ez azóta is bevált, mert teljesen mindegy, hogy milyen zöldségnövényt termel az ember, az ára majdnem mindegyiknek egyforma. Persze a fokhagyma kicsit drágább, mint a zöldpaszúj, de egy nagyon fontos szabály, hogy olyan növényt kell termelni, amit szapora szedni. Például a dinnyét a szapora. 96-ban 880 mázsát szedtem egy nap alatt, ez volt a csúcs. Egy nap alatt, úgyhogy 4 palit dűlt ki mellőlem. De ez még majd még erre visszatérünk. Na, dinnyét termeltem, 1-2 mázsa dinnyét leszedegettem, és nagyhegyesen futballoztam, ahol át kellett vinni ezt a dinnyét, de hát biciklivel nem lehet. Nagyon erős paktartam volt, 2 mázsát elbért volna, csak az a dinnye olyan dímatlan, nem lehet azt szállítni. Egy zsákpaszújt átvittem a paktartón, de ez 10 kilométer, és akkor kiálltam az útra stoppolni, megálltok ilyen zsukkok, nízák, uazok, biztos emlékszem, öregebbek ilyenek jártak. Na, ugolj be, hova akarsz menni? Mondom, nem mennék, hanem van egy kis dinnyém, nem? Hát mi vagyok én, taxi, hogy én forrozok neked? De mindig került valaki, aki egy dinnyéért írna. Ugye vállalati kocsik voltak, nem volt olyan fájdalmas. Volt egy kényszer, hogy el kellett adjam a dinnyét, mert a megmaradt este hogy vittem haza? Utána edzés, tehát meg kellett a logisztikát tanulni, hogy mikor, milyen napokon van edzés, akkor szedem a dinnyét, akkor viszem edzés, mire lesz addig. Eladom. Még egy dobozom se volt, az egyik csapattársam a presszóban, ami most bezárt, éppen meséltem Gyulának, hogy már kocsma sincs, és adott egy doboz, hogy a pénzt hova tegyem. Hát zsebem se volt. Ez a bulgár póló volt, ha emlékeznek, öreg, ilyen kék csíkos, nagyon menő volt. Úgy is hívtak, a futballista voltam, hát középcsatár, nem a legtechnika, azért voltam a középcsatár, hogy ne kelljen passzoljak senkinek, de kapu előtt elég jól feltanáltam magamat, és akkor, mikor úgy pattogott a labda, akkor kiabáltak, hogy dinnyé is, líkár meg, ne pattogja. szóval voltak ott. De még közösség volt, meccs után bejött az őtséges fél időben, gyerekik, meg kell menni a meccset, egy ládas őt már be is tolt. Szóval nem ilyen nagy pénzekért focisztunk, de meccs után bementünk a kocsmába, megittuk, majdnem összeveregettünk, hogy ki kinek nem passzolt, ki mit hagyott ki, de aztán mindig kibékültünk, és azóta is meg vagyunk barátságban, mert még akkor volt egy közösség a futballcsapatnál is,
jött a pártitkár, és aztán Imre Pista volt az edző, kiküldte. Maga mit keres itt? Nem tudta, hogy a pártitkár, de majdnem kirúgták. Addig az természetes mindig ott állt a sarokba, és hallgatózott, figyelt. Azt, na mindegy, ne, elég a fociból. Na, ez a ment is, ez nekem olyan 83-ig ez a szőlőskert, dinnye káposzta, de megnőttek a fák. És a dinnye az melyik árnyékot szereti legjobban, tudják-e? Melyiket? A kapás árnyékát, mondta nagyanyám, aki bölcsasszony volt. Tehát állandóan kapálni kellett, meg benne legyél, a szőlő is ilyen különben, az is szereti a kapás árnyékát. De már más árnyékot nem visel, és nem jót elmett. És akkor az egyik fuharos Balmazújvárostól Bakóhoz 13 kilométerre van, Mátyás király Bakóit oda telepítették, akkor eladó volt egy föld. Ha volt egy kis bibi, már akkor egyéni gazda voltam, előtte munkanélkülő voltam, KMK-s, mert TSZ mikor megszűnt, nem írták be egy egyéni gazdálkodó, mert egyéni gazdálkodó csak az lehetett, akinek fődje van. Fődje meg annak lehetett, aki egyéni gazdálkodó. Tehát ilyen róka fogta csuka, ez nevetséges, de az nem így működött akkor. Jött a rendőr, akkor átmentem a másik oldalba. A diszkóba nem biztos, hogy én verekedtem először, hanem figyeltük, hogy hol van a rendőr, nehogy elkérje a személyigazolványt, mert úgy jártam, hogy mocskos, hogy kiutalnak valóban kényszermunkára. Ezt már nem nagyon érti meg egy mai fiatal, nem volt egy szígy. Anyám szígyelte rettentő, hogy fiam, hát hova jutottunk? Egyszer beírt a későbbi edzőasszony, akkor a pártitkár, meg a VB titkár, így mondták akkor a tanácsháza, beírt, hogy egyéni gazdálkodok. És így, de ne lobogtassam már, nehogy kiderüljön most gyorsan. Na itt eladó volt egy föld, 3 hektár. És azt meg lehetett venni 91 év bérlettel. Egy ügyes ügyvéd volt, 91 év bérlet. Hát addig majd csak lesz valami, mondta. Addig is használtam. Ebből a 3 hektárból 1 hektár volt, ami művelhető. A többi ilyen vízállásos, Balogh Péternek tetszett volna, mert ilyen belvizes volt, és ott, ahol az orlós bogár is éhen döglik, mondták, ezek a tagosítás, mond ez valamit önöknek, mi az, hogy tagosítás? Amikor a parasztnak a jó fődjáit adtak egy rosszat a hótobágy szélibe, hogy na borduljon, ha maszekoskodni akar. Na ez is olyan volt, megöregedett, nem kellett a TSZ-nek se, képzeljék el. Állami gazdaság TSZ minden elővásárlása volt. Na ez volt a legnehezebb időszak, mert a legnehezebb az, ha valamit nem lehet. Mert ha lehet valamit csinálni, de nehéz, az is jobb, mint mikor valamit nem lehet. Na, és akkor innen kezdtem el dinnyét termelni, rókaháton, az még béreltem egy másik földet, a Hortobágy folyó partján, nem nőtt benne semmi, csak nád itt ott. Annyi disznószart ráholtak, mert a szomszédban annyi állat volt a Hortobágyon, hogy elképzelhetetlen ma. Csak Balmazújvárosi Vöröscsillagtérs volt 50 ezer ranyajú, Hortobágyi Állami Gazdaságnak 70 ezer, most az egész megyében nincs annyi szerintem, és a jutrágya az értékesebb, mint a disznótrágya, hova hordják? Eddig mindig ide hordták erre a földre, évekig nem művelte senki. De én megtanultam a dinnyetermesztést, 11 évente vetünk ugyanoda dinnyét, a régi dinnyések. Mint a Gyula gyümölcsészetnek utána ment, ennek is meg kellett. Volt olyan dinnyés kunyhóm, amit Kunkovács fényképezett, én nem tudtam ezeket, beástuk a földbe, hogy ilyen melegbe, hogy védekezik az ember, úgyhogy beástuk egy méter a földre, gajakat raktunk rá, egy darab fóliát, hát nem ez sátó volt rajta, de hogy benne ázzon. És hűvös volt benne, éjszaka lehetett pihenni. Még Bagoson is volt ilyenem. Nem fényképezte le senki. Nem maradt meg az utókornak. És ráholták a disznótrágyát, hát úgy képzeljék el, hogy a nyulakkal én is hadba voltam, mert kiültettem a dinnyepalántot, 90 szájékát leették egy hét alatt. Hát nem volt, szárasság volt. De amelyeket úgy ették le, hogy mélyebben, vagy be lett kaparva, és kihajtott a szíklevél felett, akkor egy hatalmas esők lettek, és elkezdtek futni a dinnyék. És annyi dinnyém lett, hogy malacványnak használták, ilyen 15-20 kilós dinnyék, ugye a trágya meghozza a gyümölcsét, és hatalmas dinnyék teremtek, mondom, a Gábor bácsi ketté vágta a dinnyehajból, itatta a disznókat, mert malacokat, kis malacokat, még meg nem ették, ugye a vájút is elébb utóbb, de másnap megint volt másik. Na hát itt gazdálkodtam, hát az, hogy 13 kilométerre biciklivel kimenni, de még autóval is, 6 kilométer földút, csak ennyi járda legyen, hogy egy talicskát eltoljak.
Ezt már nem tudja senki, még a felesége, meg a családom se. Most van egy galambász, Jóska, találkoztunk. Azt én ismertem még Pétert. Mikor oda a Rókaháton a TSB-ből jórták ki a ganét, azt kicsi pízért, az enyémre is borítottak 3-4 fuvat, 1000 más a ganét 3 nap alatt szítgóltam kézzel. De a kamaz úgy egy helyre lepittyentette, mint mondjuk. És úgy 5-10-et léptem, aztán megcsaptam, mint ide az a bódé is. Azért az kemény volt, higgyék. És nem jött senki, hogy ingyen lesz se. Aztán erdőfődeket műveltem, az erdészettel jó volt a kapcsolat, olyan gaz volt benne, hát ismerik az erdőt, feldúrják, felveri a gaz, szederindat, a tarack, aszat, borzasztó. Na mindegy, de szép, jó dinnyék teremtek, mert nincs édesebb arécéli dinnyénél, kökény szemű barna menyecskén, ezt még nem dolgozta fel, lehet Bartók se, de majd felgyűjtjük itt, ha még iszunk valamit. De 92-ben Balmazújváros is elérte a szele, kicsit nehezen ér oda a posta, mert 3 évet késett a rendszerváltás, akkor kiosztották a TSZ tagi részarányt lehetett venni, és az öcsém kifigerészte, azt mondja a főagronomus, Füsti Morna Jóska, hogy ha vesztek részarányt, akkor ott kiosszák, ahol akarjátok. Hát se hittük, tehát biztos be van rúgva, vagy valami, tehát nem lehetett bérelni a TSZ-től semmi áron. Szomszéd faluba, Böszörménybe, hát város, ott béreltek a dinnyések. Kiszántották nekik, leganézták, aróval húzatták, nem kézzel kapálták. Nem lehetett. Na, összeszedtem annyi aranykoronát, 40%-os hitelkamatot vettem fel, de honnan lesz pénzünk rá, mondta. Jött a mentősereg, az embernek mindig vannak mentő. A jó Istenbe bízik és imádkozik, az megsegíti. Egy baj van. Azt mondta, itt a Veres Péter leírt, a Jóisten az megsegít, kérni kell. Szántai is szokta mondani, csak ő a másik részét nem tudja, csak egyre kell vigyázni, mindig dologba találjon, mert ha nem, akkor nem tud segíteni, tehát annak hiába csak kérem, hogy adjon nekem gyümölcsfát, de nyúl is van, meg kerítés sincs, ahogy nehéz, meg kell, tehát valahogy úgy kell csinálni, hogy jó legyen. Előre menjünk, és a feleségemnek az egyik unokatestvére az osztálytársa volt, az is egy paraszt gyerek volt, és felküzdötte magát, a mezőbanknak, nem, agrobanknak volt az igazgatója. Az, hogy az ad pénzt, menjünk be hozzá. Hát bementünk, hát úgy, mint Mátyás király juhásza, hogy mikor menjünk be az űrgejükbe a kalapot, mit is mondunk neki. De ez egy paraszt gyerek volt, nem újvárosi volt már, Jenet László, el kell mondjam a nevét. Úgy ment a hitelfelvétel, hogy na jó, mennyit szeretnének? 1 millió forintot. Nem volt olyan nagyon nagy pénz, mert voltak, akik nagyobba fociztak itt. De nekem, akinek ugye a kicsi, a 10-20 ezer éves fizetések voltak, amellett voltak ilyen belsők, de mindig volt helye mindennek. És akkor kijött a bankigazgató, megnézte a virágpalántaimat, azt mondja, jó van. Na mostan, ma már ez nem így működik, tehát ott volt a 1 millió virágpalánt, tehát meg volt a fedezet, nem kellett neki semmi. Én 4 hónap után vissza is fizettem. Vittem vissza a pénzt, szóval, hogy hülye vagy? Hát minek hozod vissza? Többet. Ha beteszed kamatra, akkor többet adunk érte, mint amit. Mondom, nem, jobb ez, ha behozzuk ide. Nem kell nekünk hitel, tanultunk mi az ősöktől, mert míg én kapáltam a dinnyét, a nagyanyámnak az összes testvére nálam volt dinnyecsősz. Tehát ez egy akkora tanulóiskola, hogy azok a szegény emberek, akik Krasznolucsot megjárták, ahol mínusz 40 fok volt kintben, meg plusz 40 a bányába, meg háromszor szökött meg Laci bácsi az Uralból. Uralból, csak így megszökött Laci bácsi az Uralból, ez olyan semmi. Csak át kellett jönni a sok folyón, a Volgán, meg a nem tudom én. Hogy lehetett átjönni a nagy Szovjetunióba Sztalin alatt? El tudjuk képzelni, bele se tudunk gondolni. A másik meg Szolyván töltötte a téli szabadságát, ő is 32 kilósan jött haza, előtte Kolozsváron vonult be, onnan felderítő volt a Donnál, meg Szolyvárt, ha talán néhányan tudják, hogy mi az, egy haláltábor, ott azért olyan 70%-a meghalt az embereknek, aki bekerült, Auschwitzban sokkal jobb volt a túlélési arány, mert ezek, hogy elmesélték, hogy mit, hogy csináltak, meg a nagyapámról. Még annyit Vaskörmönről meg kell említsek, hogy 9 gyereket maga tanított írni, olvasni. Megvan még az olvasókönyv, le is van digitalizálva, hogy tanították a gyermekeket. Hogy abban 500 valahány oldal, hogy a Szent Koronáról mit kell tudjon,
búvárkunról, ezek maradtak meg, de a tisztálkodásról, meg a tisztességről, meg mindenről. És ezt meg kell tanulni. Nem úgy volt, hogy nem. Nagyanyám egy napig se járt iskolába, mert a saját apja tanította, meg a TSZ elnök behívott a 62-be, hogy nem lehetnek, bevitték a TSZ-be, és nem lehetnek analfabéták. A nagyanyám is bement, telébe tették az újságot, azt olvasta. Azt mondja, hát Gyuruskány, maga minek jött? Te maga tud olvasni? Én nem akartam, ti akartátok, mondta a pártitkárnak. Na jó, kapott két osztályt. Mindig mondtam, még maradt volna egy órát, lehet doktorát is volna. Rettentő mű, 98 éves volt, meghalt. Több miniszter meg köztársaságon járt nálunk. Mindenkivel perfektben volt, egy kontaktus volt. De olyan művelt volt, hogy az elképzelhetetlen. Tehát amikor azt mondjuk, hogy egy bunkó paraszt, de ezek az emberek nem bunkók voltak, ezek mindent tudtak az életről, verseltek. Kívülről, fejből. Nem csak ő, többiek, de Pál Pista bácsi, vagy számtalan embert, pásztorokat is tudok, akik ugyanígy. Vagy Mikó Petivel találkoztam tennap előtt, hogy hívják után, és megyünk, és az Ökrös Mariana összefutottunk ottan, a Orbán Viktor sógornője, és akkor mezítláv, ez az ember vak, meg süket, tehát úgy néz ki, mint egy hajléktalan. Azt egy mondaná, egy szentkoronás, mondjam már nekik. Lehidaltak, hogy az ember hogy tud ilyen verseket, de mondom, 500-at tud még, nem ezt az egyet. És minden meg tud kézzel csinálni. Na, visszatérve magamhoz, mert eltelik az időm. Most már rátérünk a komolyabb dolgokra. Húha, hamar végzünk ebben innentől. Ezt a hitelt felvettem, 500 forint volt egy aranykorona, megütött az egyik ember magát, hogy 1600 alatt nem adja, mert úgyis megér az annyit pár év múlva. Na, de muszáj volt ezt, hogy kinéztünk magunknak, hogy legyen víz, villany, ugye a Bakóc után, ahol köves út sincs, villany sincs, semmi sincs, aki próbáljon meg valaki ma úgy élni. Nagyon szép ez a önellátás, meg minden, csak amikor belesik a paraszt, aztán este nem tud mit csinálni, nem tudja a tévét se bekapcsolni, mert nincs. Akkor egy kicsit átértékeli a család fenntartás is jobban ment, mert nem volt más csinálni az embereknek, ezért sok gyerek született, mert korán felkeltek reggel, mert nem bírtak aludni. Azt valamit tevékenykedtek. Ma meg 8-kor, 9-kor városi ember még fel van háborodva, hogy kukorékol a kukas, vagy nem tudom. Tehát ezért világ ki van fordulva a világból, hogy Gyula mondja, kifizettem 1600-on mindenkit, de én nem bántam meg ezt sem, mert azok, akik jó szándékkal látták bennem a jövőt, és idatták a földet, úgy gondoltam, az nem tisztességes, hogy nekik 500-at fizet, pedig ki volt alkudva, hanem ugyanannyit nem akart, nem, voltak ezt mondta, nem kell, ennyibe egyeztünk. Na, ez így lett. Hát én itt dinnyét termeltem, nagyba, magnéküli dinnyét, Tiffany dinnye, Esgro cég, akit később megvett a Monsanto, megalakult a Zöldségtermesztők Országos Szövetsége, Rácz Imre, talán Farmer Kft., valaki még emlékszik rá, még él. Most Icaiknál voltunk nemrégen, és megláttam ott a Száfa utcán, már az is szenül is egy kicsit, 90 éves. Ő alapított, a Jüg hozta létre, és én is alapítója vagyok. Később 8 évig elnöke voltam. Én alapítottam az első Taste-t, ami minden bejártam a félvilágot, Amerikát, Kínát, 30-szor voltam Hollandia, mindenhol vittek. 1000 mázsa dinnye termett egy hektáron, meg 1000 mázsa paprika, mikor 160 mázsa az országos átlag. És locsoltam a dinnyét. Tehát én nem hallgattam Balogh Pétert meg, hogy milyen jó, de a dinnye az vízbű van. És azt mondták, hogy tilos, elolvassák a régi könyveket. Mi Gyulával azért vagyunk barátok, mert ugyanarról tudunk beszélni. Ugyanígy a dinnyét nem szabad öntözni. Hát mondom, vízbő van, miért nem lehet? Egyszer lefagyott a dinnye április végén, kis alagutakba. Hát borzasztó tragédia. Ugye a korai dinnyének van ára, később meg már 5 forint. De volt, amíg kihajtott, gyorsan helyre vetettem, otthon vetettem palántot, és mind érett. Már volt, ami érett, volt, ami futott, és el kellett kezdjem öntözni, hogy legyen belőle valami. És rájöttem, hogy mennyire meghálálja a dinny az öntözést. És így lettek nagy termésátlagok. Búvár Géza talán valakinek mond valamit, a Kite igazgatója eljött hozzám. Rábeszélt, hogy vegyek egy John Deere traktort. Hát mondom, mint azt mondom, most vegyek már egy űrhajót, vagy nem tudom mit. Tehát elképzelted, előtte vettünk egy MTZ-t, nagy nehezen 90 körül, gyalog hoztuk, az a Pestről. Annyi pízünk már nem volt, hogy valaki hazahozza, hanem lábon. A nagybátyám, hazajöttünk Gubacsi úton, vagy nem tudom, hol volt az elosztó szerkezet.
És így mentünk többre-többre, 17 országba szállítottam zöldséget, a Qualico szövetkezetbe, Angliába, olyan helyekre, ahol rájöttem, hogy ezek a naplementi rabló népek, ezek mindig rablásból éltek. Gyula nem mondta el, de azért mondom, hogy legyen maguknak is. És most is abból élnek, most minket is gyalmatosítanak, és mi itten nyaljuk a seggüket ezeknek a nyomorik angoloknak, franciáknak, németeknek, ahelyett, hogy vágnák őket, mint az őseink, mert ezek csak mind lenyúlnak bennünket. Aztán láttam, hogy jöttek a multik. Kimentem 92-ben Warmenhausenbe, a Bejozádenhez, saját magam megfizettem már akkor, olyan jó volt a dinnyetelme, és visszafizettük júniusban a hitelt, és a világ kertészeti világkiállítás volt, és kimentünk, és elmentünk Warmenhausenbe így, meg volt hirdetve. Úgy vittük a gázolajat a kocsiba, meg a kenyeret, meg mindent, tehát nem volt szállás, abban is aludtunk. És megláttam egy hagymát, ilyen nagy hagyma, a betyárját. Meg is kóstoltam, édes hagyma. Mondták, hogy ez nem terem, ezt ismerjük a Kárpát-medence vizsgáján. Ez a feketicsi megy, csak feketicsen ilyen jó. Sehol másod vagy a gönci barack. Hát általában van a termőhelynek jó adottsága, hogy jobb valami, vagy a kibédi hagyma. De általában, ha valaki ért hozzá és megtanul paprikául, vagy dinnyéül, vagy hagymául akkor, vagy bivajul, ugye már lesznek majd más történetek, akkor az elárulja. Már én is elkezdtem ezt. Rájöttem, hogy ezt palántról kell csinálni, utca neki, szereztem hagymás palántálcákat. Nem akarom ragozni. 96-ban a Kora vállalat, már nincs ez, mert megette az Osán, abba szállítottam, 140 forint volt egy édeshagyma. Ők jöttek, hogy nem lehetne nekik, mert ismerték a dolgaimat. Sőt, volt egy fiú, még ezt elmondom, meghalt autóbalesetben, vörös diplomával végzett, és a TVK felvette. Oda jött nyári szünetbe, 92-ben csövet hordani. Tudják, mikor négyszer telepítjük a csövet egy nap, az öntözésről külön tudnék egy napot mesélni, mikor a Mia dízel, meg locsolóval, meg kút, meg izével, Thomas szivattyúval, meg a Mia olyat ütött az emberen, tudják mi az egy, mint a Hoffer, ilyen egy dugattyús. Ez a gyerek hordta a csövet, majd bepisélt, az összes nagypofájú parasztgyerek mind kibukott, ő megmaradt, és programozó matematikusnak tanult, és azt mondja, Péter, vagy csinálok magának egy címkét. Megvan mai napig, ez egy pajzs, rajta a Rózsa Péter, meg egy telefonszám. Szóval ráragazgattam a dinnyére, meg a padlizsánra, rájöttem, mert azt hiszik, hogy én ez onokos voltam. Mindig az élet sodor valójában helyre. Rájöttem, hogy megvették, hív egy Győrből egy nő, hogy fantasztikus, én még ilyet nem látott, hogy Magyarországon ilyen minőségű árut, hogy volt Bécsbe a piacon, sajta, és hogy lehetne venni? Hát mondom, szóljon az ötségesnek, és ha vette, akkor biztos tud venni a nagybani piacon, ott ugye születnek és halnak meg emberek, tehát az egy olyan életforma, hogy 6 napig jártunk, 7. nap aludtunk egy napig, már nem bírtuk, egész nap dolgozol, este mész a piacra, barkasszal, Budapesten 4 óra, mire felbiciklizál, meg 4 vissza, és ha nem adod el, akkor még viheted vissza. Rájöttem, hogy ez mekkora fogás, rajta van a címke, és valaki nem tudott venni, akkor buzdítottam, külön embereket alkalmaztam azért, hogyha nem, menjenek, szóljanak az őtségesnek, hogy vegyen Rózsa Pétert ő. Tehát ilyen hálózaton volt, ilyen mafiózók, akik felhajtották, hogy miért nincs Rózsa Péter dinnyéje, vagy padlizsánja a győri, vagy a pesti bódba. Na, nagy dolog, csak hogy marketingről is essen szó, hogy milyen nehéz eladni. De én kitanultam a sütőtöktől, így mentem előre, és ezt a hagymát 140-ért megvette a Kora, 280-ért adta. Az árokparton 20 forint volt egy kilo hagyma. De mindenki édeshagymát akart, aki egyszer megkóstolta. Ettek már ilyet? Most is van. És kiszedték a nagyhagymát, ugyan ügyesek. 3-4 év után már 30 forint volt egy kiló, mert más is rájött, hogy a nagyhagyma, de az már nem volt édes. Most a fiam nem tudom, mennyire adja az édeshagymát, de megint jó, nem csinál bele sokat, de én ebből naponta palettákat vittem fel. 100 000 hagymát ültettem. Ki lehet számolni, ez mennyi pénz? 24 millió forint. Gondoljuk, az 90-es években? Hát ez egy vagyon volt, ez felfoghatatlanul sok pénz volt. Na, szuper, abba hagytam az exportot. 13 kamion volt a legtöbb, ami kiment egy nap az udvarról. Már a Qualico szövetkezet és az én udvaromon kezdődött. Elkezdtem a szupermarketeknek. Rájöttem, hogy ezek is mind tárgyalás nélkül lehet akasztani, mint ahogy az egyik öreg pásztor mondta. Amelyik arány nagyfiam, juhász volt 5 évig, tárgyalás nélkül lehet akasztani mindet. Már az olyan zsivány, mind. Na, szóval azt is abba hagytam, és 2000-ben
25 évvel ezelőtt, vagy 24 és fél, biogazda lettem, és ott hagytam az összest. Mondták, hogy hát egy párszor újra kezdtem. Akkor bevonultam katonának Petőfi laktanyában, ami most már Labanc néven fut, ahol díszelgő katona voltam. Míg katonáskodtam, addig a birtok maradt ott, az a kevés, nem sok volt. De hát hazamentem, én nem a diszkóba rohantam, hanem kapálni, hogy valami megmaradjon. És így maradt akkor, amikor elváltam az első feleségemtől, akkor felit vitte a kis vagyonnak, nem sok volt, de csak oda lett a fele. Aztán oda maradtak a szupermarketek, jött a rendszerváltás, EU csatlakozás, akkor megint újabb traumák értek. De mikor biogazda voltam, akkor rájöttem, hogy hát ez nem olyan bonyolult ez, hát állat kell hozzá. Akkor vettem tehenet, emlékszek, Apáti Gyurkától vettem, a csengeri polgármester, nagyon okos ember, hát mindenki szereti ott, mert aztán ügyeskedett is, Makovesz nagy projektet hajtott. Aki Csengerbe járt, meglátja, hogy milyen ember volt Apáti, van jó zenesze, vagyis volt. Vettünk tehenet, rájöttünk, a tehén nem csak trágyája van, hanem teje is, akkor kezdtünk túrót csinálni, este vittem be az ültételes üveget, az asszony fogta a foga közt a pelenka vásznat, és akkor a tejföld, azon szűrtük át, és akkor így indult ez a projekt, míg egyszer Mehér Zoli eladta az egészet, és megvettük 6 millió forintért a tudományt, és megtanultunk rendes sajta. Addig is sikerült, nem mindig. De tiszta útra raktam úton. És akkor lettek, volt elég két magyar talkatehén, ott volt egy ló. 2000-ben azt mondják a madarász barátaim, hogy vegyem már meg ezt a vókonyát, mert megveszik a németek majd minden tanyát, nem sok tanya van a Hortobágyon. Hát mondom, egy vasam nincs, hát most majdnem tönkre mentem. Akkor volt ez a Tordján hitel. Tordján is sok disznóságot elkövetett a magyar mezőgazdaság ellen, meg a haza ellen, de például volt ez a 100% kamat támogatott hitel, meg mindenféle egyéb, úgyhogy 16 millióért megvettem. Két szamár, egy ló, két szürke marha, így mentünk ki. Hát most úgy mondom, hogy most van 200 szamár, 240 bivaj, már csak szürke vagy 40, ló van vagy 70, mangalica 1200, akkor mi van még, rackamám 300, a tyúkféle minden, 1200 csirke, 450 gyöngytyúk, mert most a biokontrollnál könyvelni kell, azt be kell diktálni, hogy mennyi kotlott, meg mennyi ellett, meg hunna, mocsárba, jaj, szóval van sok hülyeség ott is. Már 4 titkárnő könyveli csak az adminisztrációt, a lovakra meg nem vigyáz senki, meg a disznókra, mert arra már nincs ember, de megpróbálunk megfelelni. Rájöttem, hogy az emberek nem esznek disznót, meg nem esznek tehenet, se búzát, és elkezdtem 2003-ban szapart hitelből, meg támogatásból, meg vidékfejlesztési. Volt egy kiváló ember, idevalósi. Lehet meg kéne hívni egyszer. Okosságokat tud mondani, dr. Font Erzsébet. Mond ez valakinek valami? Nagyon, nagyon nem akárki volt Erzsike, és segített nekem. Péter, hagyja ebben, nincs egy vas, ezt már rég elosztották a nagyok. Itt, ez meg magának van kiírva. Ha pályázza meg, és akkor nyerni fog. Na szóval ez is kell segítség, hogy az embereknek mindig volt olyan pártfogója, soha nem kért semmit. Mindenbe. Na, lettek állataim, lettek feldolgozóim. Most már van húsüzem, tejüzem, feljük a szamarat, a lovat, nem a lovat, nem a bivajt. A bivajt és a magyar tarkát, 600 féle termékünk van. Hát előbb úgy gondoltam, hogy a Tesco, hát a Tesco Angliában az milyen menő, majd a Tesco-nak szállítok, hát 250 ezer kilométert hajtottunk az autóba, rájöttünk, mikor évvégén összeadtuk, hogy semmi, nulla az eredmény, akkor elmondom, a piacokat kell csinálni, ez 2002-ben volt, 20-valahány éve. Az egyiket most számolták fel Újpesten, de a vásárlók olyan hálásak, hogy azt mondták, nem engedjük el Rózsa Pétert, a bivajtejet, és csináltak egy új piacot, egy új helyet nekem ott. Úgyhogy nagyon meg vagyok hatódva ezektől, ilyen Nyíregyházán is van, meg Miskolcon, sok ilyen szabad, úgymond piac van, szegény Szabadka Endrát sajnálom, hogy jó, hál' Istennek utánam jön, így nem kell szidalmaznom, hogy mennyi selejt áru van ezekben a úgymond termelői piacokon. Nem az a baj, tehát nagyon jó lenne, az emberek ilyet vennének, és támogatni kéne,
Mert magyar ember, ha tudsz hazát szeretni, ne sajnálj egy kevés portékát egy magyar embertől megvenni. Akkor egy magyar ember gazdagszik vele, mondta gyönyörű Zsiga, mint kisbérónak alkalmaztuk ezen a piacon. Európa legnagyobb piac lett az a biopiac. Még Pokolnyi oda is be nem pakolt. Hát arról is tudnék beszélni, majd valakit érdekel, elmondom. Még egy fröccsör kapok utána. És hát így mentünk többre-többre, építettünk. Makovec iskolát akartam építeni. Rájöttem, hogy annyira sokkal hülyebb a világban, és itt az államiskolákban ezt nem lehet orvosolni. Ez most sokkal rosszabb a helyzet. 2006-ban iskolát tervezett nekem, akkor összevesztünk. Valami kis apróságon, nem véletlenül, különben halál előtt kibékültünk. Szegény titkárnője azért járt kévekök a biopiac, hogy két ilyen embert összebékítsen, mármint engem meg Makovecet. Akkor Tamás Gábor tervezett egy másik iskolát, lehet ismerik, most nagy híre van a Biatorbágy iskolának, fantasztikus tervező, Makovec első számú tanítványa. Hát abba is belebuktam, egyel belebukni látszok az iskola programba, ugye az első tétel, hogy a gyereknek gyógyszer a verés, ez az első mondat, de csak ha kívánja. De hát amelyik gyerek nem érti meg, hogy nekem vannak unokáim, Zsiguci egy éves, másfél. És megyen a szekrénybe, szoktam már, de az összes többin is megy oda, ismerik ezt. Ettől jobb példát nem tudok mondani, megyen négy kézláb, megy a szekrénybe, és rájmolja ki az edény. És jön az anyuka, meg az nagyanyja, a feleségem, akkor ráripakodnak, hogy Zsiga, Zsiga, felnézeljük. Arrébb tessék elég persze, Zsiga nem ülje, mert egy évesen is, még beszélni nem tud, még járni se, csak négy kézláb, megy vissza. Na most a Zsigát nem kell verni, de mikor oda megy, akkor én majd most bízátok én rám. Megy odafel a Zsiga, rákiabálok, Zsiga! Megszeppe? Persze, kotrő, de már a szeme sarkában, mint hogy hozzá volt szokva az anyai törődésre, megy. Akkor megint Zsiga! A Zsiga megérti, hogy nem szabad? Meg! Meg vagyok győződ, vagy megérti. Na most a nagyobbik már, Marci az már nagyobb. Ha mondjuk valami kárt csinál, vagy én kárt csináltam, mondjuk mesélem a sajátomat, apám engem hogy nevelt. Hát például fociztunk, mert nálunk volt nagy udvar, volt tehén, és akkor berúgtuk a labdát a kertbe, akkor beugrott a gyerek, akkor vagy letaposta a kerítéslécet, az is baj volt, vagy letaposta a tököt, mert ugye a labdáért, vagy ne adj Isten, berúgta az ablakot, ha jött apám haza biciklő a téjezből. Nem akarsz valamit mondani? Teológiát nem végzett, de valamit tudott. Nem akarsz valamit mondani? Vajon mit tudhat? Az ablakot biztos tudja, az látszik. A tököt lehet nem tudja. Jobb, ha bevalljuk most, ha kevesebben megúszuk. Na és akkor, hát úgy sikerült. Na hát akkor lehet menni gyűjteni. Hónap megyünk a kiudvarba, 10 kilométer. Biciklivel, az öcsémet viszem a vázon, 10 kilométer. És akkor kaptunk egy 50-féles fagylaltot bónusz, mikor megvolt. De még előtte azért, hogy érezzük a törődést, na azt mondja, hogy tudod, hogy nem szabad itt futballozni? Tudom. És akkor mégis miért? Hát, mit tudtam erre mondani? Hát nem lehetett mit mondani. Na menj ki a bírsalma fáról, vágj egy gajat. Olyat, ami nekem is tetszik. A pszichológia. Tehát ami neki tetszik, az nekem nem olyan jó, ami meg nekem jó, az neki nem tetszik. Tehát mire odaértem, már nem kellett a verés, már elég volt a pszichológia, de kaptunk azért, hogy érezzük a törődést. Ritkán a vaskörmű nagyapámnak is ott volt a karikás. És azt mondja a feleségem, azért nincs egy gyerek az iskolába, mert így beszélek róla. Mert megmagyarázzák, itt van ilyen oktatósától, oda nem hívnak engem, de a gyerek ma is tudja, hogy mi a jó. Akkor miért nem úgy? Miért kell nevelni a gyereket? Azért, mert nem tud, mert neveletlen. Azt mondják, hogy mondta apám, hogy van három neveletlen gyerekem, pedig nem igaz, mert neveltek, folyamatosan rajta tartotta a szemét. Egy nap nem volt, hogy ne tudja meg. Ez a szekunda honnan jött. Na, még egy lesz, akkor nem mész focizni. Vigyáztam, hogy ne legyen, akkor gyorsan szereztem egy ötöst, és tanulni nem jártam. Én otthon nem tanultam. Rájöttem, az iskolába érdemes figyelni. Akkor otthon nem kell tanulni, és így lettem négyes, még a középiskolában is majdnem. Na, így lettünk többről-többre, lett egy csomó biotermék. Ez most se jobb, mint mikor egy biciklim volt. Most már van egy csomó gyümölcsöm, ott van terítve a fődön, ez a sok ember nem szedné fel, aki itt van. Ugye a Paraszt Akadémia, az iskolát azért kísértem most is, azoknak most ingyen adom, most jönnek majd hétvégén ecetnek való almáim. Már vittek egy adagot 2 hónapja. Mondom, Gyula, nem javasolna ezt a korai almát,
Nehogy azt higgyétek, hogy sajnálom, pedig sajnáltam egy kicsit, mert akkor még volt ár annak a korai almának, vagy kötének. De leheltek ott maguknak, ami lehullik, úgyis. Tehát itt tartunk most, hogy mindenünk van, de közben még annyit talán a hazáról egy kevés szót én is ejték hajdanába, mint amikor annyit is nehéz volt, írja Arany János, akkor dicsőítő versekre kérték a Sziszi királynő koronázására, és ezt írta. Annyit is nehéz volt, most hallgatag lettem és gyáva, most mikor szabad sajtó van, és süvölt a pajkos gyermek, és vénasszony az utcajtóba, fülébe ordít királynak, miniszternek. Ez egy jó kis vers, mert rövid, de jó velős, mert mikor ezt, itt van egy ilyen mogy, gondoljuk ez a sok ember, aki itt van, nem tudom, mennyi vannak itt, mit gondolnak? Pár ezer. Hát vannak mondjuk 5000, ez mind ültetne egy fát legalább. Vagy otthon kivágná a tujafáját, ültetne meg, tartan egy pár disznót, ez a haza hazátlan. Hát nincs senki, aki nem művelő hazát. Ki művelő hazát? A paraszt művelő. Paraszt, az ki van veszve? Gyula mondja, egy kezünkön megszáll, aki még valamit érte ez a művelethez. Tehát, ahol nincs ember, állat, növény, egység. Erre kértek pár hónappal ezelőtt, doktor is megjött ide az első sorba. Ez egy rendes doktor. Meghívott előadást tartsak az állatorvosoknak decemberbe. Hát mondom, nem jó az nekik, ha én oda megyek, de... De aztán nagyon bőszen helyeseltek. Elmondtam, hogy kiírtsátok az összes, a ti vagytok a végrehajtók, akik az összes állatot kipusztítsátok, mert most már tilos lesz, ugye, a magyarok ősfoglalkozása. Kiírta ezt a könyvet? Nem tudják. És nagy a tudatlanság. Herman Otto a pásztorkodásról és a halászatról. A halászatot betiltotta, mondtam is az elnök elvtársnak, hogy azért ez nem volt szép, mikor nálam volt az Áder. Kinézte a nőklapjából, Erzsírt egy cikket rólam, azt mondta a felesége, neked János ide el kell menni a palihoz. El is jött, felálltak a pásztorok, nem úgy, mint Hortinak mezítláv cifra szűrbe. Én se vettem fel a csizmám, mert mondom, ha így álltak a régi számadók, akkor én se vagyok mezítláb, nem akkor a baj. De ez az ősfoglalkozás megszüntették a halászatot. Ez bűncselekmény. Tehát mikor ez az ország az ellenségnek vizákat adományozott, hogy ne dögöljön éhen, mert fegyvertől haljon meg, ne éhen, akkor mink itt éhen döglünk a saját országunkba. És a módon is robbasztott csirkét ennek az asztalra. Bocsánat, vendégül láttak, de muszáj elmondjuk, azt hiszik, hogy milyen jó. Mert nem ettek még rendes ételt. Nem tudják megszervezni, hogy vágjanak már le egy szürke marhát, azt főzzenek egy gulyást, vagy valamit. Hazátlan. Én most itt jöttem keresztül, Mincent, Szentes, Szarvas, szeretek így kóborolni. De ebben az országban nincsenek emberek. Nincsenek magyarok. Mind ül, nézi a telefonját, de nem akar dolgozni. Mondja Gyula, hogy kipusztulnak, mondom, Gyula, kipusztulnak a tuják. Azt mondja, nagyon jó teszik, az a dolguk. Szerény ember. De a tujafa helyett almafát ültetsz. Ha van még két disznód, hát most már lehet disznó akárhol. Még a város rendezési terv se. De mert tiltották Újvároson. Az egyik kis gazda, aki szomszédon volt, Bakócba, ez egy két aglegény volt. Képzeljék el, ha fel tudják azt fogni, nem tudtak megnősülni. Mert olyan számkivetetnek számítottak, aki kikerül a hortobágyra. Ott lettek aglegények. Egyik oldalt volt az egyik, a másik az egyik Pista bácsi, a másik Kecskés Gábor. Három lovas csengő szekérrel jött ki, de a lovat nem tudta felállítani az istálló 25 évesen. Falkánál felállít, ott kijött, mikor már állt a ló. Nem köszönt három évig. Nem az, hogy de jó fasz a gyerek, ez itt kijött ide, dinnyét emel itt a szíken ennyire, és milyen ügyes. Nem is köszönt, mit akar ez az ugrifüles itt? De aztán összemelegettünk, mert ezek az emberek, amilyen kemények és idegek, mikor látják, hogy milyen a másik, annál jobban szeretik. Megyek egy reggel, dulf, meggombolva az ing. Az enyém is ki van gombolva. Megkötős gatya, a hosszú alsó gatya. Boxcsizma, veti a tököt májusba így. Tudják, hogy a zsebben nyúl, meg... Hát mit csinál Gábor bácsi? Tököt vetek. Mert látod már, a bakis urizál. Urizál! Mondom, mit ülőrizál?
látod, géppel vágta, 70 valány érsok, géppel vágta azt az egyköbös lucán, mert nem tudja már kézzel levágni, meg traktort fogadott. Értjük ezt a mentalitást? Úri zál. Hát mondom, a maga is aglegény, ő is aglegény. Miért nem szeretik egy kicsit egymást? Azt mondja, az nem aglegény. Annak volt felesége, csak a vénasszony elüldözte. 100 éves volt az anyja, elüldözte az öreg asszony, mit gondolnak miért? Hát pocsíkolt. Pocsíkolt! De mondom, mégis mit pocsíkolt? Nem törölte ki a tojásait. Na, ne legyen a végszó.